Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit az Orgazmusok mai előadásán. Most a mítoszokról, képekről, művészetről, gonoszról, okkultizmusról és hasonló sötét témákról szóló blokkunknak a harmadik előadásánál tartunk. És mai vendégünk Pál József professzor úr, sok szeretettel köszöntöm őt, és köszönjük szépen, hogy elvállalta az előadás tartását. A professzor úrról annyit szeretnék elmondani, mindenkiről szoktam ugye néhány bevezető szót, hogy ő például olyan oktatónk, aki itt is tanult az egyetemen, és azóta is folyamatosan itt dolgozik. Először az összehasonlító irodalmi tansz, világirodalmi tanszéken, és hosszú idő óta az olasz tanszéknek a vezetője. Emellett az olasz köztársaságnak a tiszteletbeli konzulja is, ha jól tudom, számos könyvnek a szerzője. És a mai téma, engem annak idején nekem Dantét tanított a világirodalomból. Tehát most csak azért mondom, hogy most részben érintjük Dante, vagy érinti a Dantét és az előadást, de hát nem csak őt, hanem nagyon sok minden mást, ami sokakat érdekelhet. Ördögöt idézni éppen nem fogunk, űzni valamilyen módon fogunk, legalábbis beszélünk róla, hogyha jól láttam az előadás összefoglalásában. És hát olyan témáról lesz szó, ami gyakorlatilag nem nagyon tud, én legalábbis nem nagyon ismerek olyan vallást, vagy nem, legalábbis nagyon kevés lehet ebből, amelyik ne jelenítené meg valahogy a gonoszt és a jót, és ezek egymással való harcát. Itt is az előadásban több vallást érint majd a professzor úr, illetve hát ezeknek a képi, irodalmi, a gonosz megjelenését, és nyilván a jó megjelenését az irodalomban és a művészetekben, és szeretném akkor megkérni professzor urat, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, dékán helyettes asszony, szeretettel köszöntöm én is az előadásom hallgatóit, és egy kicsit egy összefoglalást fölírtam a első diára, amelyből ugye az alapproblémák azért kiderülnek. Egyrészt a monoteizmus, dualizmus vagy diteizmus problematikája vonatkozásában. Hát másrészt pedig ez a mai előadásor ugye azt a legkézenfekvőbb segítséget nem fogja igénybe venni, amely a kronológia. Ugye itt két oszlop van, és ez azt jelenti, hogy a mi kultúránkban, de nem csak a miénkben, hanem ugyan nagyon picikét, és nagyon csak utalásszerűen, de ki fogok térni más kultúrákra is. Tehát tulajdonképpen van egy alapkérdés. És ez az alapkérdés már ott van a táblán, a jelenlegi, és ez nem függ időtől, nem függ kortól. Tehát van egy ág, van egy hagyomány, amely szerint feltételez egy olyan entitást, amely a maga közvetlen jelen valóságában föltűnhet, illetve van egy olyan másik hagyomány, és ez a monoteizmus, és annak is ugye a baloldali része, amely nem számol azzal, hogy a sátán, nagyon sok neve van a kultúránk, mi kultúránkban is, sátán, Belzebú, Lucifer, Dísz, és a többi, és a többi. Tehát nagyon sok elnevezése van, Belial, nagyon sok elnevezése van, de az egyik hagyomány számol azzal, és színre viszi a jelenlevő gonoszt, vagy azt a gonoszt, aki lehet, hogy ott van valahol. A másik hagyomány azonban száműzi a színtérről a gonosz, nem vitatja azt, hogy hatásaiban jelen van, de azt, hogy közvetlen hatása lenne az életünkre, így, mint sátán, vagy így, mint Lucifer, ezt azonban tagadja. Csak egy példát kicsit előrevetve a későbbi mondandómat, két olyan hatalmas műve a világirodalomnak, sokak szerint kettő legnagyobb, amely a Isteni színjáték és Goethe Faustja. Az egyikben, mind a kettő műben jelen van a gonosz, az egyikben teljesen ártalmatlan perifériára szorított, a másikban viszont kíséri Faustot. Ott van, beleszól a történetébe, fölkínál életre lehetőségeket Faust érzéki világának, stb. Tehát kíséri. Mephisto kíséri Faustot,
jelen van, például Dante ilyen szempontból sokkal modernebb, mint Goethe, mert számára, mint ahogy a mai ember tudatában sem jelenik meg, csak metaforikusan az ördög, de azért általában nem szoktunk félni. Az ördög perifériára, sátán perifériára került a kultúránkban, irodalmi művekben előjön, de nem úgy, mint hogy tényleg megjelenik valahol, és akkor valamit csinál minket, rosszra csábít, stb. Stb. Tehát ilyen szempontból az a furcsa helyzet áll elő, és az lesz az előadásomnak a konklúziója is, hogy Dante sokkal modernebb, a középkor vonatkozásban sokkal közelebb áll a gonosz helyét, a sátán helyét illetően, sokkal közelebb áll a mai ember tudatához, mint a későbbi századok. Jó lehet, pont a fordítottnak tűnne első pillanatra. Hát a gonoszról ugye táblára fölírtam néhány mozzanatot, vagy a dián ott van néhány mozzanat, amely talán érzékelteti, hogy az egész kultúrában milyen nagy jelentősége van a sátánnak. Az első igazán dualisztikus vallás az, amelyik tehát egy jó és egy rossz principumot különféle elnevezésekkel, de egy jót és egy rosszat tételez. Most a kérdés persze az, hogy a jó és a rossz, az primordiális jó és primordiális rossz, tehát két egyenlő hatalom, amely létezik a világ kezdetétől fogva, vagy pedig van valami közös erő, és ez a közös erőnek van két utóda, amely ugye az egyik jó, a másik rossz. Tehát e vonatkozásban, és maga az elnevezés, ami ott van, a dualizmus nyilvánvaló, tehát két principium, vagy pedig egy principium, amiből szétágazik kettő. Az a két kifejezés, ami ott van még a dualizmus mögött, a biteizmus, ez azt jelenti, hogy a két principium tulajdonképpen egymást kiegészíti, és ilyen az alapvető, tehát senki félre ne értse, az alapvető kettősség, amely alapvető monoteizmus, amely például a Ótestamentumban is megvan, azért kiegészül azzal, hogy az Ótestamentumban, hogy Isten nem csak jó. Néhány példát szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, egyfajta koincidencia oppositorum, mert veszedelmet hozok az egész emberiségre, olvassuk Jeremiásnál, Izaiásnál a következőt, én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget, én szerzek jólétet, és én idézem elő a bal sorsot is. Tehát Isten valóban koincidencia oppositorum, valóban olyan egy végső egység, amely jót és rosszat egyaránt művel, és ha belegondolunk azokba a helyekbe a Bibliában, ami elég ambivalens. Például az egyiptomi csapások idején, ugye, amikor a Mózes és Áron szervezik a kivonulást Egyiptomból, akkor az Isten mindig megkeményíti a fáraó szívét. Hát már szegény fáraó az egészet, mert szabadulna ettől a helyzettől, menjenek, amerre akarnak, mármint a zsidók. Isten minden alkalom, hogy a 10 csapás van, megkeményíti a fáraó szívét, tehát nyilvánvalóan itt azt jelenti, hogy minél nagyobb kárt okozzon Egyiptomnak, ezért keményíti meg, vagy legalábbis ez a legevidensebb magyarázat. A második törvénykönyvben bosszút állok ellenségeimen, kardom hússal lakatom jól. Tehát a kegyetlen Isten is, a Szodoma és Gomorra, a világ elpusztítása, az özönvíz kapcsán, stb. Stb. Tehát pusztán azt akarom érzékeltetni ezzel, hogy van egy olyan közös monoteista nagy abszolút hatalom, Isten, amely ugye koincidencia oppositorum, az ellentétek egybeesése révén is, ugye egyszerre csinál jót, alapvetően, de ugyanakkor nem idegen tőle az sem, hogy megkeményítse a fáraó szívét. A témával foglalkozó szakirodalomban az első, tehát ez egyfajta koincidencia oppositorum, amikor diteizmusról beszélünk, akkor két ellentétes erő, tehát a biteizmus az azt jelenti, hogy nincs gyökeres ellentés, inkább alternancia a jó és a rossz principiuma között, mint az imént láttuk. A diteizmusnél diametrális az ellentét a két principium között. Na most általában úgy szokták tekinteni, hogy az első igazán dualista vallás a mazdeizmus, ugye ott is van két alapprincipium,
majd pedig ugye két ennek folytatásaként, ugye Ormázdi és Akrimának itt, mi Ármány néven ismerhetünk a magyar irodalomból is. Tehát ez az egyik olyan, ez az első ellentétek közül való, amely tehát a jó és a világot úgy képzeli el, mint a jó és a rossznak a harca, és ugyan általában a jó győz, de nem mindig. Nem tudom, fölírtam-e a gnoszticizmust itt, ha nem írtam föl, akkor már is hozzáteszem, a gnoszticizmus azon a állásponton van, hogy tulajdonképpen a jó, a szellem, az elit tudatában védekezésre szorult, a világot birtokba vette a rossz, és csak a jó, csak bizonyos körökben és bizonyos szellemi területen őrzi meg önmagát a jövő számára. Na most, ha részben a mazdeizmust, ugye Zarathustra mindenkinek a eszébe azonnal Sarastro jut, erről már mindjárt mutatni is fogok egy képet, illetve a másik oldalon, az egyiptomi mitológiában is, a történet ugye nagyon hasonló, volt egy ótum, egy eredeti ős principium, amely teremtett jót is és rosszat is, és a világ tulajdonképpen a jónak és a rossznak a e vonatkozásban a harca. A következő kép, amit szeretnék megmutatni, pillanat, akkor erősebben ráütök, Mozart vallásfuvolájából való, egy 1815-ös dísz, tehát nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a mi kultúránkban ezt az egész problematikát talán a legnagyobb népszerűséggel és a művészet területén hangsúlyozom, mert nem beszélünk most a hermetikus hagyomány történetéről, de a művészetek területén nyilván Mozart vallásfuvolája. Itt is ugye két principium van, a sötétség és a világosság, mert ugye nagyon evidens módon lehet a Isten is a Biblia elején látta, hogy a világosság jó, tehát a világossághoz a pozitív értékek kapcsolódnak, a sötétséghez pedig a negatív értékek. Erről szól nagyon érdekesen, bár mondom, nem témám a varázsfúvola elemzése, de kitűnő elemzések vannak a varázsfúvoláról. Ha valakit érdekel tovább ez a probléma, Jean Starobinskynek feltétlenül ajánlom egy magyarul is megjelent művét a varázsfúvoláról, illetve a varázsfúvola szövegkönyvét Goethe maga továbbírta, és Gadamernek van egy szenzációs tanulmánya az 1991-ben a Holmiban megjelent írás, amely a varázsfuvoláról szól. Egyrészt megvan, hogy hogyan írta tovább, ez egy töredékben maradt mű a varázsfuvola folytatása, Goethe által, és ott van a Gadamer tanulmány, amely tulajdonképpen azt mondja, hogy megfordul az egész, hát a történetet nyilván túlzottan közismert, Tamino és Pamina, ugye a két principium között van a mű elején, ugye Pamina Sarastrónál van, a napnál, a világosságnál, a szellemnél, a Tamino pedig a éjkirálynőjének kertjében van, ő alszik, tehát az ő öntudatra ébredése, a különféle próbákon és ezen próbák között is elsődleges a hallgatás, való eljutása odáig, hogy a sötétségből a világosságba, hogy a hatalom birtokosa legyen, és ennek a hatalomnak, a Sarastro hatalmának ugye a legfontosabb eleme a személytelenség. Tehát az ő személy, a bosszú hiánya, tehát az ő személye, az fölülemelkedik mindenféle kicsinységen. Vele szemben áll az éjkirálynő. Gadamer azt mondja, hogy az éjkirálynő az elementáris világ, és a szellemi világ Sarastro. Tehát a különbség már nem Goethénél e vonatkozásban, és így magyarázza egyébként Gadamer Schikaneder szövegkönyvét is, a Vereskövel a szövegkönyvét is, hogy tulajdonképpen az elementáris világ, a női principium és a szellemi világ, a férfi principium ütközése, és szükségszerű, hogy az egyik állapotból, az elementaritás állapotából fölemelkedjünk a magasabb szintekre, a magasabb állapotokba is, tehát a szellemi világba is. Tehát itt a gonosz nem igazán úgy jelenik meg, mint
mint egy ékirálynője, mint egy aktív principium, hanem mint az elementaritásnak egy eleme, ami ezzel kapcsolatban ugye számos negatívumot is hordoz, de hangsúlyozom, inkább javaslom a tanulmány elolvasását, mert nincs hozzá időnk, hogy részletesen beszámoljunk. Ami ezután, most visszatérek egy másodpercre emlékeztetőül, hogy hol tartunk, Mozart varázsfuvolája Sarastro, mint nap, az ő neve ugye Zarathustra nevével van összefüggésben, és ugye a mellkasán egy hatalmas napkorongot hord, a ég királynője pedig alatt ott van ugye a hold, az éjszaka szimbóluma. Na most a következő probléma, vagy a következő pont, amit ott előttünk látunk, az élő gonosz és működése, a különféle eretnek mozgalmak, jó és rossz küzdelme, és ennek a művészetben való megjelenése. Na most azt is nagyon kell hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen környezetben és milyen céllal használjuk a sátánt. Vagy mondhatjuk tényleg így, tehát a sátán ábrázolásával éppen mi a cél. A népszerű használata, és itt néhány példát fogok mutatni a képzőművészetben, a népszerű használata a sátánnak az arra vonatkozik, hogy az emberek féljenek, hogy reálissá tegyék az emberek számára, élővé tegyék, ha tetszik, dinamikussá, mozgóvá tegyék a sátánt, és ezért ugye olyan borzalmasan kell őt ábrázolni, amely a szélesebb közönség számára is, az olvasóknak, vagy adott esetben, ez ugye Tuszkániában van, Róma fölött egy templomban, a dátumok föl vannak írva, és az is, hogy hol van ez a freskó, olyan szörnyűségesnek kell ábrázolni a gonoszt, hogy élő problémaként jelenjen meg, és az emberek ennek megfelelően választák azokat a viselkedési formákat, amiket az adott esetben az egyház látni szeretett. De nem csak ez az ismeretlen festő Tuszkániából utolsó ítélet, hanem itt van például Giotto-nak egy nagyon ismert képe, a utolsó ítéletről, ugye a kép alján látszik itt is ez a rettenetes kövér nagyhasú ember, ez Lucifer, aki a szájával marszangolja az embereket, tehát egy olyan pokoli jelenet, amely hát mindenképpen mindenki szeretné elkerülni, hogy bármikor ilyen helyzetbe kerüljön. Akkor nézzük még egy-két példát, de ez tehát Giotto-nak a freskó egyébként a Scrovegni kápolnában található, Pádovában, azért is érdekes ez a kép, mert amikor ez a kép készült, Dante éppen azon a vidéken élt, és maga az isteni széjátékban utalásokat tesz, több utalást is tesz Giottóra. Tehát tulajdonképpen látjuk, hogy hogy néz ki ez a rettenetes gonosz, bizonyos vonatkozásban majd vissza fog térni a kép Danténál is, de ott azért alapvetően más lesz a helyzet. És akkor nézzünk meg még egyet, a motivumok nagyon hasonlók, a kép alsó részén látszik, hogy az a rettenetes szörny, az ördög marcangolja az embereket, alul tehát a pokol jeleneteit látjuk, fölötte a paradicsomot, a paradicsom a maga statikusságával mondhatjuk azt, hogy élettelen, bármilyen furcsa, lent viszont a rendkívül mozgalmas. A kép egyébként, majd utána visszatérek, Coppodi Marco Vado készítette, a kép témája utolsó ítélet, firenzei Battisteróban van, abban a templomban egyébként, ahol 1266-ban Dantét megkeresztelték, tehát az alsó rész az, amiről itt beszélünk, az ördög szájában ott van a bűnösök, és hát ugye látjuk azt, hogy még alatta lévő részben is ugye nagyon furcsa dolgok történnek. Tehát ha lehet eltávolítani a bűntől, a gonosztól, és negatívan ábrázolni a gonoszt, akkor ez a kép. És hát még néhány példát idézhetünk e vonatkozásban, mert tele van vele a középkor, minden templom falán a hívők ezeket látták, itt ez egy részlet az előbbiből, most már csak az ördögöt látjuk
látjuk a nemi szerve környékén is, és hát mindenütt a szarvakkal. Hát szóval valami rettenetes szörny ez, akit itt látunk, és aki hát látta ezt a freskót, már pedig ugye elég jelentős helyen van, az próbált ezektől a viselkedési formáktól megszabadulni értelemszerűen. A következő kép, és itt már az irodalomra megyünk át, a 1149-es Víziót Nugdáli, ezt egy Márkusz nevű szerzetes terjesztette el nagyon nagy sikerrel, egy pokoljárásról van itt szó, és ennek az illusztrációi, ugye láthatjuk, modern illusztrációról van szó, ez egy hatalmas száj, az ördög szája, aki ugye lenyeli a bűnösöket. Tehát tulajdonképpen itt kezd kiformálódni és láthatóvá válni egy olyan ördög, aki valóságos tényezője az életünknek, akire figyelni kell, akitől félni kell. Ennek a irodalmi megjelenési formái és vallástörténeti megjelenési formái azonban nem a nyugati egyház, Róma és sem nem Bizánc teológiáján alapul, hanem egyfajta népszerű, a széles közönségnek szánt hittérítés, ami mögött igazából nem áll sem a kései patrisztika, sem pedig a skolasztikának az eszmei háttere. Ez majd a második fejezetben kerül elő. Azok az eretnek tendenciák, amelyek, ezzel a divatos szóval fejezem ki magam, fölkapták az ördög témát, ezek igazából a bogumilek, akik itt viszonylag közel Szegedtől délre voltak. Ezek minden, nem akarom a bogumil mitológiát, e vonatkozás vallást hosszasan tárgyalni, de hát itt olyan dolgok vannak, hogy a kígyó a száján keresztül termékenyítette meg Évát, és ebből született Káin. Ádám egy normális aktus révén hozta létre Ábelt, tehát háromszor kellett Szatanáelt Istennek, aki tulajdonképpen itt Isten volt egy abszolút principium a bogumil fantázia szerint, két fia volt az egyik Szatanáel, vagy Sátán, a másik pedig Jézus Krisztus, tulajdonképpen hosszú távon Jézus Krisztus győzelmével végződik ez a küzdelem, vagy Isten győzelmével végződik ez a küzdelem, de háromszor kellett megsemmisíteni, és a jelen korszakban ugye a bogumilek szerint éppen ott tartunk, hogy a második megsemmisítés után még mindig ott maradt az anyagban valahol a gonosz, a rossz, úgyhogy ettől az anyagtól egyáltalán tartózkodnunk kell. Ezt a fajta gondolkodásmódot vette át később a Katár kereszt, hát tulajdonképpen eretnekség, amely Dél-Franciaországban működött, főleg a 12. század közepén. Ez ugye szintén megengedte a kettős principiumot, tehát megengedte a gonosznak a önálló, vagy részben önálló, vagy nagy részben önálló hatalmát. Erre már az egyháznak reagálnia kellett, és ugye ez az a 12. század közepén kialakuló és elterjedő Katár eretnekség, amivel szemben az egyház egy rendet is alapított, vagy legalábbis a újonnan megalapított rend fő feladatává tette, ez a domonkos rend, tehát a domonkos vagy a prédikátorok rendje, aki egyébként, vagy ez a rend bevezette a inkvizíciót is a 12. század végén, 13. században. Tehát az inkvizíció az nem a jezsuiták találmánya. A legjelentősebb domonkos rendi teológus, mindannyiunk bálványozott Aquinói Szent Tamása, természetesen ő ezekben a küzdelmekben nem vett részt. Tehát csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy eretnek szinten a bogumilok, a katárok, és aztán későbbiek során sokan mások, végig ott van a kettős hatalom lehetősége, végig ott van az ördög, mint cselekvő és közvetlenül jelenlévő valakinek vagy valaminek az ábrázolása, illetve teológiai szinten az ettől való félelem.
Most tulajdonképpen egy eléggé meglepő helyzet következett be. Itten a 13. században a Katár kereszténységnek, vagy eretnekségnek vége lett, és egy darabig tulajdonképpen az ördög problematika nyugvópontra jutott, azzal, hogy a teológiai irány vette át a hatalmat, idézőjelben, a teológiai irány, amely nem engedi meg a kettős hatalmat, amely egy tisztán monoteista vallás, de aminek számot kell vetni bizonyos nagyon jelentős problémákkal, kérdésekre kell választ adnia, hogy a végtelen és végtelenül jó Isten hogyan engedheti meg, vagy idézőjelbe engedheti meg a gonosz tapasztalható jelenlétét mindenütt. Ez lesz a következő. Most azonban átugornék a skolasztika fénykorát, átugárnám, és tulajdonképpen a reneszánszt is, mert ebből a szempontból, amit Dante mond, Dante egyébként színpadra, színre vitte azt, amit Aquinoi Szent Tamás tanított, amit Dante mond, az lényegében ugyanaz, amelyet a firenzei neoplatonisták is mondanak a 15. században, Ficino, Pico della Mirandola. Tehát tulajdonképpen a lényeget illetően a reneszánsz és Dante között nincs, vagy a középkor és Dante között nincs. E vonatkozásról beszélek, természetesen nincs különbség. Ahol újra előjön egy más kontextusban, ahol újra előjön a gonosz problematika, az igazából a 17. század, és itt is meg kell említeni a legnagyobb jelentőségű ördög specialistát, sátán specialistát a világirodalomban, ez pedig ugye Milton, aki ugye 1667-ben írta azt a művét. Nagyon érdekes, hogy azzal kezdi Milton, hogy azt mondja, hogy neki a rény semmilyen módon nem kell. Ez úgy tűnik, hogy ez a kijelentés, amit most tettem, ennek semmi köze a sátánhoz. Tehát azzal kezdi az ajánlását, Milton az Elveszett Paradicsom című főművéről van szó, hogy a rímre nincs szükség, ő visszatér a hősi vershez. Mi lehet, miért hangsúlyozza ezt ennyire? Azt mondja, hogy a rím a barbár korszak, mármint a középkor terméke, ő inkább visszatér a metrumhoz, Homéroshoz, Vergíliushoz, és hát átlép a rímen. Na most a rím azért ilyen furcsa és nagyon jelentős dolog a középkorban, mert a rím volt az a lánc, ha tetszik, amely akár Dante isteni színjátékában is, amely a földi világot összekapcsolta az égivel egy harmonikus rendben. A rímről való lemondás azt jelenti tulajdonképpen bizonyos mértékben, hogy a ember-Isten viszonyát is átértékeli. E vonatkozásban Milton tökéletesen megvalósítja ezt a gondolatot, és ha megnézzük azt, és most már nem csak Milton, hanem Goethét, sőt egészen Bulgakovig megnézzük az ördög ábrázását, hol vannak. Tehát a mű, ami előtt fölmegy a függöny idézőjelben, mert ugye nem mindenütt drámáról van szó, mielőtt fölmegy a függöny, hol van az ördög, mit csinál az ördög, és hova megy. Ezt nyilván csak akkor tudjuk elképzelni, hogyha az ördög van, ha ördög dinamikus, és az ördög mozog. Na most Miltonnál, aki hangsúlyozom, hogy lehet, hogy voltak korábbi kezdemények, de hogy ő volt az, aki ezt rendszerszerűen, ezt az új sátán szemléletet bedobta a köztudatba, az Elveszett Paradicsommal, az azt hiszem nehezen vitatható. Na most ő, mármint a feneketlen mélységben volt ugye a sátán, a végső sötétség helyén, amelynek legtalálóbb neve a káosz. Itt hánykolódik a sátán angyalaival együtt a lángoló tavon, és villámtól sújtva aléltan fekszenek. Ebből a helyzetből ugye felébred Miltonnál a sátán, és megkezdi a... Itt egy néhány illusztrációt e vonatkozásban szeretnék hozni. Mégpedig egy másik nagy sátán specialistától, William Blake-től. Ugye ez a sátán ébredése, és ébresztése, vagy mármint a lázadó angyalok ébresztése. Itt ugye ugyancsak William Blake-től egy másik nagyon híres
metszet, amikor Sátán és Éva, látjuk a földön fekszik a kígyó által körbecsavart, körbetekert Éva. Tehát ezek az ábrázolások jól mutatják azt, és sok más ábrázolással együtt jól mutatják azt a helyzetet, hogy a Sátán tehát él, mozog, megszervezi a csapatait, és megpróbálja újra birtokába venni, vagy amit ő elvesztett az első küzdelemmel Istennel szemben. Zárójelben megjegyzem, hogy Lucifer, ugye azért Lucifer, mert fényvívő, bár itt a sátán szót használja, a vádló szót használja Milton, de a Lucifer a még általánosabb neve, azért Lucifer, mert fényvívő, mert a lehullott csillag, a földre lehullott, a magasból földre lehullott csillag Lucifer, tehát ő az, aki magával vitte a fényt a földre, mármint ami az övé volt, és amely ugye minden problémát okoz. Na most ő ugye azt mondja, hogy a híres szavak, nincs veszve minden, él a győzhetetlen szándék, a bosszúhév, örök gyűlölet és mersz, stb. Tehát tulajdonképpen arra buzdítja a 17. század közepén, második felén mindenkit, hogy hát ez az erő, ez a principium, amely eddig ugye feküdt, amit eddig álomban volt, ez ébredjen föl, olyannyira, hogy összetörve a középkori hagyományt, a pokolból is ki tud kerülni, a középkori hagyomány szerint, ugye Krisztus, amikor meghalt, akkor hatalmas földrengés volt, és ez a földrengés összetörte azt a hidat, amely a túlvilág és a mi világunk között van. Ezen a hidon, vagy ezen a űrön, ezen a hatalmas űrön a pokol és a mi világunk között, ezen át tud kerülni a sátán. Átjut rajta, és eljut a menny kapujáig. Ő lesz a szabadság szimbóluma, akivel ugye többek között Krisztus és Mihály arkangyal is harcol. Nagyon érdekes, hogy egyébként mindegyik feldolgozásban, a többiekről is néhány szót fogok mondani. Végül tehát Isten letaszítja ismét Lucifert, Milton szerint, akit ugye isteni büntetése páncélt viselő harcosból sziszegő, tehetetlen kígyó lett. Ugye a megváltás az, amely tett, már mint a megváltás tette, tiporja szét a sátán fejét. A megváltás tette, tiporja szét a sátán fejét, mondja Milton. Még egy mozzanat, és ez, mivel a többiben is előjön, ezért szeretném felhívni a figyelmet. Pontos óra most búcsúra int. Az idő. Az idő. Az időnek a hatalmas jelentősége ebben. Ahogy itt is elhangzik a pontos óra, tehát eljön a pillanat, amikor a hatalmát a sátán elveszti, az élő és működő sátán az irodalomban, ezekben a műalkotásokban elveszti, a pontos óra mert búcsúra int. Ugyanez a pontos óra, ugyanez az idővel való küzdelem figyelhető meg a Faustban is. Egyébként Faust a mű kezdetén, a mű Isten környezetében van, pontosan úgy, ahogy Jób az Ótestamentum szerint, együtt az angyalokkal, majd pedig, tehát az igi jelenetben, majd pedig ugye a Faust első részében inkarnálódik, Mephisztó formájában. Mephisztó, akit ugye a Mephisztó neve héberül, azt jelenti, hogy hazugság terjesztő, de egy kicsi változtatással Mephistophiles formában viszont az, aki gyűlöli a fényt, a görög etimológia szerint. Tehát Mephisztó inkarnálódik, ez egy nagy jelenete a Faustnak, kutya formájában Faust szabályosan beviszi a dolgozószobájába, majd ott inkarnálódik, emberé lesz, és ugye hát a pentagramma tartja őt fogba. De sokkal érdekesebb ennél az, hogy amikor bemutatkozik
Faust, kicsoda vagy tehát az erő része, mely örökké rosszra tör, és örökké jót művel. Illetve a másik önmeghatározása Mephistónak, tehát amikor Fausttal beszélget a dolgozószobában, azt mondja magáról, szerény igazság az enyém, míg az ember, e kerge kisvilág egésznek gondolja magát, a kezdetben egész része vagyok én, csupán egy rész homály, melyből támadt a fény, a büszke fény, mely harcot keresett, és az éjanyától jussát a teret vitatja asztalan, mert bárha megszakad, mindig csak testhez tapad. Tehát a tiszta lét, ugye ez egy teológiai utalás Goethénél, a lét tiszta formájához nem juthat hozzá, mindig testekhez tapad. Tehát nem lehet ugyanolyan metafizikus, tiszta entitásnak tekinteni, mint a lét, a teremtés aktusát. Na most majd visszatérünk erre, a kicsoda vagy tehát az erő része, mely örökre rosszra törs, örökké jót művel, ez lesz Bulgakovnak, a szintén ördög specialista Bulgakovnak is a jelmondata a Mester és Margarita című legény elején. Itt is ott van az idő, a kairosz. Amikor, és itt is ott van a megváltás. Amikor mind a kettő egyszerre találkozik abban a jelenetben a Faust első részének legvégén, amikor bemegy a tömlöcbe, Margit tömlöcébe, ugye tudjuk Margit, odaadta magát Faustnak, ennek súlyos következményei lettek, többek között a közös gyereküket is megölte, és ott van a börtönben, anyja is meghalt, a bátyja is meghalt Margitnak, tehát csomó katasztrófa az, ami kíséri szerencsétlen Margitot, és legfőképpen a gyermekgyilkosság, és amikor a Mephisto mindig szól neki, menjünk már, itt az idő, reggel már dereng, hiszen a fény az új helyzetet fog teremteni a sötétség királyának, menjünk már, reggel már dereng, dereng a nap, többször elhangzik a Faust első részének végén, és amikor Margitról esik a szó, azt mondja, hogy megváltatott. Tehát Margit üdvözölni fog, ugye nagyon röviden fogalmazva. Tehát egyrészt a üdvözülésnek, minden helyzetben az üdvözülésnek a hangsúlyozása, nem csak Miltonnál, ugye Krisztus tiporja agyon a fejét, nem csak Miltonnál, hanem Goethénél is ugyanez a szó, vagy megváltatott, vagy megmenekült, tehát tulajdonképpen hiába követte el a bűnt, hát természetesen hiába idézőjelben van téve, megváltatott, tehát isteni bocsánatban részesült Margit. A végső, utolsó jelenetben egyébként Faust is. Faust is, ugye az angyalok Faust lényének jobbik részét a mennybe emelik, tehát más szóval megváltatott, és nem derül ki egyébként, hogy mi történik tovább Mephistóval, de szörnyen bosszus, mert ezt a küzdelmet elvesztette Faustért, mert Faust megmenekült, megváltatott. Tehát tulajdonképpen a Faust története is itt a Mephisto, tehát az úr környezetében jelenik meg, a földön fut egy bizonyos pályát, kíséri Faustot, majd pedig a végén eltűnik a színről, de az áldozata nem sikerült magával vinnie, mert hogy a jobbik részét az angyalok a mennybe emelik. Na most én nem akarok, mert annál is inkább, mert az idő sürget, és még a másik oldalról semmit sem beszéltem, nem akarok túlzottan részletesen beszélni, de hasonló szisztéma szerint van a Bulgakov regénye is. Az ördög ugye megjelenik Moszkvában, különféle furcsaságok történnek, előre tudja, hogy mit fognak mondani, előre tudja, hogy mi fog történni, hogy a villamos levágja Berlioz fejét, stb. Tehát tulajdonképpen egy teljesen materialista, istentelen környezetben olyan csodás tetteket visz végbe, mint az Antikrisztus csodái, hogy erről visszautaljak egy reneszánsz képre, ha már fölraktam ide a képek közé, tehát az Antikrisztus, vagy a gonosz csodái pillanat, itt van, ez az Orvietóban található Luca Signorelli kép, ez is eléggé ismert kép. Tehát ő kapcsolatba kerül a
emberként, vagy nem derül ki először, hogy kiről van szó, kapcsolatba kerül ő Voland és társasága a moszkvai néppel, különféle események történnek, majd pedig ugyanaz a végén, mint Miltonnál is, és Goethénél is, itt az idő. Itt az idő. A Veréb-hegyen vannak, Sátán, tehát Bulgakovnál kétszer hangzik el, nagyon közel a regényben, nagyon közel a végső itt az időm megjegyzéshez, az itt az idő. Tehát tulajdonképpen lejárt az ördög ideje, ez általában a nap fölkeltében van együtt, és ez általában a történetek szerint, Faustnál biztos, ez húsvét, szombat és vasárnap. Tehát szombat az az ördög napja, amikor ugye hagyomány szerint Krisztus szálla alá poklokra, majd harmadnapon halottaiból föltámad, amikor a pokolban van Krisztus, az ördög kap teret, de amikor vasárnap föltámad, húsvét vasárnap föltámad, akkor itt az idő el kell menni, ahogy ezt Mephisto is hangsúlyozza, ahogy ezt Miltonnál is van, és ahogy ezt Volán is mondja. Aki beleugrott az űrbe, és egész kísérete nyomon követte. Eltűntek a sziklák, a köves térség, a holcsugár ösvény, eltűntek a fekete lovak is, már is pirkad. Fejezi be, szinte ez a legutolsó része a Bulgakov regényének. Tehát egyrészt a pillanat, a kairosz, ugye a kairosz mindig az Istennel való találkozás pillanata, a ortodox miséken ugye ezzel a szóval vonulnak be a papok, hogy itt az idő, amikor az Istennel való találkozás végbe ment. De hangsúlyozom, hogy szeretnék áttérni a gondolat menetem másik aspektusára, mert eddig azokról az ördögökről beszéltünk, akik jelenvalóként is értelmezhetőek, most pedig nézzük meg, hát további példákat nem sorolok, a nevek ott vannak, és ezen kívül még nagyon sok ördög irodalmi ábrázolásról is beszélhetünk, de azt hiszem, hogy az idő, itt az idő, ezt nem tehetjük meg. Nézzük a másik oldalt, a monoteizmust. Ez a nyugati kultúrában ez lesz a domináns elem. Ez lesz a domináns elem a teológiai gondolkodás, a filozófusok, a teológusok között. Mondom, ahogy az említettem, a kései patrisztika és a skolasztika abszolút erről fog beszélni, ugye elsősorban is majd látni fogjuk Szent Anselm e vonatkozású tevékenységét. Na most a Bibliában, az Új Testamentumban, és csak nagyon utalásszerűen tudok erre példákat hozni, Krisztus többször találkozik a sátánnal, ugye a leghíresebb, amikor 40 napig a pusztában bőtöl és megjelenik a sátán, aki mindenféle javakat kínál számára. Ugye azzal fejeződik be a jelenet, Krisztus mindazt visszautasítja, és távozz tőlem sátán. A három szinoptikus szerint a központi elem Krisztus harca a sátánnal, kiüldözi az emberekből a sátán, ő személyesen harcol, de azért ott van, és erről most nagyon komoly teológiai viták folynak olyannyira, hogy a két pápa ezen a ponton össze is veszett, tehát Benedek és Ferenc pápa, hogy tulajdonképpen a szabadíts meg a gonosztól, mi atyánkban, hogy ez a főima, a Máté evangéliumában tudjuk, itt tanította Krisztus a tanítványait imádkozni, hogy ez a szabadíts meg a gonosztól, ez tulajdonképpen mit is jelent. Az egyik verzió szerint azt, amit mondok, és ezt amit tudunk, és azt, amit a vallásos emberek tanultak. A másik koncepció szerint azonban körülbelül olyan jelentése van, az indukás nos, ugye ez a fő probléma, a kis vigyél minket intentáció, nem? Vigyél minket, ugye ez a probléma. Ez tulajdonképpen ugyanolyan releváns módon fordítható, segíts minket, küzdelmeinkben, vagy segíts minket megpróbáltatásaikban. Segíts minket, amikor megkísértenek minket. Tehát tulajdonképpen a 16., ha már ezt a témát említettem, a 16. Benedek ugye azt mondja, hogy meg kell hagyni a régi szöveget,
A Ferenc pápa pedig azt mondja, hogy olyan irányú változtatást kell eszközölnünk a mi atyánkkal. A máló, ugye indúkás nosz intentációnem, és a rossz szabad is meg a gonosztól, kifejezés, hogy inkább az lenne a helyes, hogyha talán a fordítási hibát ezt elismernénk, és inkább a segíts minket, amikor megkísértenek, vagy segíts minket megpróbáltatásainkban. Na mindegy, ezen túllépünk. Tehát a szinoptikusok általában a Krisztusnak az ördöggel való harcát ábrázolják, és az ördöggel szembeni győzelmét ábrázolják. János evangéliuma viszont mindig princeps huis mundi, e világ fejedelméről beszél. E világ fejedelméről beszél, tehát tulajdonképpen a profán szférába küldi át János evangéliuma a sátánt, a gonoszt, a profán, egyszerűen fejedelem. E világ fejedelme. Tehát nem merülhet föl a biteizmusnak, vagy a diteizmusnak a lehetősége, vagy a dualizmusnak a lehetősége, hiszen itt e világ fejedelméről van szó, míg ugye a szinoptikusoknál a beteggyógyítással kapcsolatban, a kiüzetéssel kapcsolatban viszont ott van. Sőt, aki gyakorolja a vallását, az tudja, hogy időnként megújítják a kerességet, nem a bérmánkozást, a kerességet, és akkor ugye azokra a kérdésekre kell válaszolni, hogy ellene mondotok-e, vagy ellene mondasz-e a gonosznak. Tehát tulajdonképpen van egy hely még, jelen pillanatban is a katolikus vallásgyakorlásban, ahol a gonosz, mint tényező megjelenik. És akkor az a válasz rá, hogy ellene mondunk. Tehát, de mindenestre ezt kérdést fölteszik. Annak ellenére, hogy a kereszténységben nincs dogma a ördögről szól, vagy a sátánról szóló dogma. Vannak dogmatikus állítások, de nincs dogma. Én végig tanulmányoztam az egészet, meg konzultáltam többféle nemzetiségi papokkal, nincs dogma. Tehát nincs keresztény dogma az ördögről, dogmatikus állítások viszont vannak, ezekről én is beszélni fogok. Jó, tehát térjünk vissza akkor a monoteista álláspontra, azzal a kettősséggel együtt, amely az Új Testamentumban a szinoptikusok, illetve a János evangéliuma között megvan. Már is előre vetítem azt, hogy Danténál a Jánosi többször hangsúlyozza ugyanazt a kifejezést, hogy imperador di questo mondo, ennek a világnak a fejedelme. Tehát elvonja tőle a transzcendentális létet. Vagyis nem dualizmus, hanem e világ fejedelme. Ezt ugye Dante többször is hangsúlyozza. Na most még egy nagyon érdekes dolog van, és ez a kérdés persze nem volt egyszerű, mert nemcsak a gnózis, amit nem tekinthetünk eretnek szektának, de a maniheizmus, a kereszténységhez viszonyítva, de a maniheizmusnak igen. Tehát már a harmadik, negyedik században is élénk viták folytak, ugye Szent Ágoston életének egy szakaszában maniheizmus hatása alatt volt, tehát ez ő maga írja. Tehát ebben az időszakban a keresztény gondolatvilág kialakulásakor rendkívül élénk probléma volt, hogy amit az imént is említettem, hogy hogyan lehetséges az, hogy végtelen és végtelenül jó Isten, ami nélkül semmi se történhet, és mégis itt a gonosz. Erről való viták azt eredményezték, hogy a nicceai konstantinápolyi zsinat megváltoztatta a korábbi hiszek egyet. Ez nem volt azért annyira meglepő dolog, a korábbi krédót, ez nem volt annyira meglepő dolog, mert a zsinatok után általában kicsit korrigálták a krédót, hiszen alapvető negyedik században vagyunk, alapvető hitbéli dolgokat vitattak meg. Ami itt főleg a maniheizmus hatására bekerült a hiszek egybe, a második, ugye közönségesen úgy szokták mondani, hogy a hosszabb hiszek egybe, annak egy részét itt idéztem is, kihagytam egy részt, factorem, mármint Isten visibilium omnium et invisibilium, tehát Isten teremtője minden láthatónak és láthatatlannak. Vagyis teremtője az ördögnek. De hogy hogyan, erre csodálatos eszmefuttatások születtek, nem annyira a patrisztikában, mint inkább a skolasztikában. És még egy nagyon fontos mozzanat, ami nem
nem a zsinati határozat volt, bár hangsúlyozom, hogy az meghatározta mi azt is, hogy Krisztusra vonatkozóan, hogy született, de nem teremtmény, genitum non factum, tehát született, de nem kell teremtmény. Ugye ezzel mit mond? Ezzel azt mondja, a hiszek egy más része, ugyanennek a nicei konstantinápai hiszek egy másik része, ez azt mondja, hogy született, de nem teremtmény, hogy a Szent Háromság része. Szent Háromság része, nem teremtmény, nincs időnek alávetve, nincs a teremtett világ törvényeinek alávetve Jézus Krisztus. Na, csak ezt érdekesekként. Tehát factorem visibilium, van egy rész, amit kihagytam, visibilium, omnium et invisibilium, invisibilium, ez tehát minden láthatónak és láthatatlannak a teremtője, ez pontosan azért került be, hogy felejtsük el azt, mondja a zsinat, felejtsük el azt, hogy az ördög különálló teremtő lehetne. Isten teremtménye, majd hogy hogyan ezt látni fogjuk. És ugye ott van nagyon gyakran idézett levél Nagyszent Leó pápától 446-ból, aminek a dolog lényege, 447-ből, bocsánat, ott van helyesen írva, nem ő hordozza saját eredetét, mármint az ördög. Vagyis nem ő hordozza saját eredetét, nem ő teremti meg önmagát, és nem is képes másokat sem teremteni. Tehát tulajdonképpen a zsinati álláspontok teljesen világosan kifejezik azt, hogy az ördög, tehát Isten teremtménye. Isten teremtménye. Azonban ez hát súlyos problémákat vet fel, és vetett fel a középkor során a későbbiekben is. Hát hogy lehet Isten teremtménye? A kérdésre nagyon sokan és nagyon sokféle módon válaszoltak, egy nagyon erős neoplatonikus hatás figyelhető meg. Én nem nagyon akartam ezekbe a kérdésekbe belemenni, de amit mindenképpen hangsúlyozni kell, ez Dionysius Areopagitésznek a működése, 500 körül, illetve a Areopagitésznek a műveit fordító Erigéna működése, Johannes Cotus Erigena, aki ugye a 9. században működött. Mind a kettőjük lényege egyrészt ugye a teózis, az ember istenülésének lehetősége, Istenhez való eljutás, istenné vált idézőjelbe válása, Istenben való feloldódásának a lehetősége, illetve ezzel együtt a koincidencia oppositorum, amelyet más összefüggésből már említettünk. Egyébként a dilemma, az említett dilemma feloldása tulajdonképpen egyik nagy változata, a lehetséges változata a koincidencia oppositorum, amely főleg a neoplatonikus hagyomány alapján alakult ki. Hát nem tudok ezekbe a kérdésekbe, mert Anselmről szeretnék részletesebben beszélni. In cognitus et cognitum, simplex compositum, tehát Istenre, mivel a világ fölött áll, nem lehet tulajdonképpen a mi értelmünkkel megfelelő kifejezést találni, mert minden fölött áll, mindenen túl van, és igaz mindennek az ellentéte is. Isten nem létezik. Isten létezik, és Isten nem létezik. Attól függ, hogy a létet minek tekintjük. Ha tér és időbelül kontinuumnak veszük, akkor Isten nem létezik. Ha a lét abszolútumát veszük, akkor csak ő létezik. Tehát pusztán azt akarom hangsúlyozni, minden teremtményben önmagát teremti újra Isten. Minden teremtményben önmagát teremti újra Isten. Ez a gondolat egyébként majd a firenzei neoplatonikusoknál aztán végségig lesz ragozva. Jó, tehát tulajdonképpen az az ága, az európai teológiai ága, bár Erigenát is vádolták eretnekséggel, inkább később, mint életében, Erigenát is vállalták, megpróbálunk visszajutni a képekhez, vagy a bevezetőhöz, de valójában ez a neoplatonikus gondolatvilág nagyon erősen belevésődött az emberek tudatába, és ez határozta meg odáig menően a dolgokat, hogy az a kérdés is fölmerült, hogy Krisztus megváltotta az ördögöt is. Tehát az ördög is istenülhet-e? Az ördög is megváltatott-e? Ez a gondolat egyébként
Ez a gondolat egyébként Origenésztől kezdődik, ugye körülbelül 180 és 200 között. Origenésztől kezdődik, és apokatasztázisnak hívják teológiai szaknyelven, vagyis a visszavétel, hogy Isten teljes egészében visszaveszi a világot, tehát azt az állapotot csinálja újra, amely állapotban a bűnbeesés, vagy az ördög lázadása, Lucifer lázadása előtt volt. Ez apokatasztázis, a visszavétel. Ebben jelen pillanatban Bulgakov regényében számos elem van, amely az apokatasztázis, hát eleve kicsoda vagy, tehát az erő része, mely örökké rosszra tör, és örökké jót művel. Tehát ez is egyfajta apokatasztázis, egyfajta felmentése az ördögnek. De nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez inkább egy modern gondolat, bár Origenészre megy vissza, inkább egy modern gondolat, mert az ördögnek a megváltásáról a középkor nem fölvetődött, mint ahogy az imént is mondottuk, hogy Erigéna mondja pontosan azt, hogy az ördög nem szűnik meg lenni, de megszűnik ördögnek lenni. Tehát lényegében az apokatasztázisnak is egy pontos meghatározása. De ennél alaposabb és pontosabb meghatározását találjuk Szent Anselm műveiben az ördögnek. Ugye két művében, Szent Anselmről kell azt mondani, hogy kell azt tudni, hogy ő Aostában született, majd Beckben volt apát, és végül Canterbury érseke lesz. Ott lett, ott nagyon sokat kellett küzdeni a királlyal, nagyon beleunt az egészbe, semmilyen kedve nem volt foglalkozni politikai, egyházpolitikai kérdésekkel, de a pápa és a király között, két malomkő között örlődött. De nem ezért ismerjük őt, nem ezért becsüljük őt, hanem egyrészt azért, mert megalapította a skolasztikát, őt tekintjük az első igazi nagy skolasztikusnak, művei a mester és a tanítvány dialógusai, tehát fölelevenítve mondjuk a plátoni dialógusok hagyományát, a mester és a tanítvány, tehát az ő szándéka volt az, hogy rendszeresen oktassuk a teológiát, és ő volt az, erről is ugye nagyon híres, hogy szól a ráció, tehát pusztán a rációval a hit dolgai megmagyarázhatók, tehát szól a ráció, vagy fides querens intellectum, a megértést kereső hit is egy nagyon gyakori idézet tőle. De most nem ezeket az általános kérdéseket szeretnénk taglalni, hanem azokat a teológiai megállapításait, amiben a fölírt két műben a Cur Deus Homo, illetve a De Caso Diaboli. A De Caso Diaboli ugye az azt jelenti, hogy az ördög bukásáról, a Cur Deus Homo, miért lett Isten emberré? Miért lett Isten emberré? A kettő egyébként szorosan összekapcsolódik. Na most mi a fő probléma, és hogyan oldja ezt meg a történelemben először olyan problémákat, amelyeket még Ágostonnak és a többi nagy egyház atyának sem sikerült, hogyan képest ezt megoldani? Ő az első egyébként, aki szisztematikusan tárgyalta a rossz helyét a világban, az ördög helyét a világban. Azt mondja, hogy a rossz maga nulla. Nulla. Nem rossz van, hanem a jó hiánya. Nincs rossz, a jó hiánya van, mert a totális rossz, az a totális nem lét. Tehát nem képzelhető el, nem tételezhető totális, teljes rosszat, mert ez egyben a teljes nem lét. Mert ugye Isten maga a lét, ugye így határozza önmagát a Bibliában, ego sum qui sum, én vagyok, aki vagyok, én vagyok a létezés tiszta aktusa, Isten, az ő feltételezett ellentéte nem lehet, csak a nem lét. Tehát az ördögről, ha ő teljesen rossz lenne, akkor nincs. Mert csak jó van, de a jóból különféle fokon való részesedés. A jóból való részesedés, ez nagyon különböző. Tehát az a finom distinkció, amely egy jó hiánya és a rossz megléte között van, azt a példát hozza Szent Anselm, hogy nem azonos a vakság és a nem látás. Polgári értelemben azonos persze, de ha végig gondoljuk,
tényleg nem azonos. A nem lát, aki nem lát, az egy jót nélkülöz. A vak, vakot birtokba vette egy rossz. Tehát, és az udvarias kifejezésben ma is azt mondják, hogy, nem látók, vagy szóval nem azt a kifejezést használják, hogy vak, ami egy egyértelmű negatívum, hanem sokkal inkább a jó hiányát, mint ahogy egy másik példa, hogyha azt mondjuk valakiről, hogy nem János, akkor is Jánosról beszélünk, mert az a referenciapont a jó lehet, és ehhez képest kevésbé részesül belőle. A hagyományos teológia a rossz inkorporálódása miatt vezette be a sátánt, hogy mentesítse Istent. Tehát a sátán egyik funkciója, mondja Anselm, Istennek a mentesítése. Nem ő követte el azokat a gonoszságokat, amelyek a világban vannak, és akár a bibliai történetekben is olvashatók, hanem tételezünk egy sátánt, egy kígyót, stb. Stb. És nagyon jellemző, hogy amikor a bűnbeesés megtörténik, akkor Ádám rögtön rákeni az egészet Évára, Éva pedig a kígyóra. Tehát mossuk kezeinket, minket nem érint ez. Na most ez ellen foglal állást egészen egyértelműen Szent Anselm, aki szerint ugye azért Isten mentesíteni kell a rossz alól, ezért kitaláltunk egy rosszat, egy gonoszt, egy sátánt, egy Lucifert, aki az összes rossz dolgot elköveti, és nem vetettünk számon igazán a rossz természetével, és igazán azzal, hogy hol kell keresnünk a rosszat. Nagyon röviden foglalom össze, amit Szent Anselm ezzel kapcsolatban mondott, de szenzációs. De szenzációs. És abszolút összefüggésben van a modern felfogással, ami a liberum arbitrium, a szabad akarat. Isten, amikor megteremtette először, ugye két eszes lény van, ez Dante is mondja, két eszes lény van, az angyalok és az emberek, a többi lényel, mint morális entitással nem kell foglalkozni, mert az Isten által kijelölt törvények szerint haladnak, és teszik azt, amit az ösztöneik alapján tenniük kell. Kettő viszont kivétel, az angyalok és az ember, akit hát pars intellectivával, akit értelemmel áldott meg Isten. Ugyanakkor a értelemmel megáldott angyalokra és emberekre saját társ alkotóként gondolt Isten, vagyis ugyanazokat a lehetőségeket adta meg az angyaloknak és az embereknek, mint saját magának, így lehetett csak az angyalok és az emberek, így lehettek csak Isten analogonjai, akik ugye választanak teremtés és nem teremtés, jó és rossz között. Isten annyira szabadnak teremtette az embert, annyira szabad akaratúnak teremtette az embert, mondja Anselm, hogy még az sem szabta meg számára, hogy meg kell maradnia a jóban. Ezt ugye teológiai szakszóval a perseveranciát sem írta Ádámnak, az embernek és az angyaloknak. Isten, tehát az ember saját akarata szerint dönthet, hogy mit csinál. Hogy az igazán nagy jót választja el, amit ugye igaznak nevez, egy totális, teljes igazságnak nevez Szent Anselm, vagy pedig a komódumát, a saját maga részigazságát választja, tehát vagy eljut az abszolút igazsághoz, vagy az igazságnak csak egy kis részéhez jut el, amely a saját maga önzésével van összefüggésben. De e vonatkozásban is csak jó van, csak van nagyon jó, teljes jó, meg van rész jó, ahogy az imént is mondottuk, vagy annak a végső soron a hiánya. Na most tehát az ember a perseverancia és az angyalok ugye nem kapták meg a perseveranciát, ugye fölmerül az, hogy miért ilyen feltételekkel teremtette Isten az embert. A feltétel még nem ok.
Tehát attól még, hogy ezeket a feltételeket Isten biztosította, a szabad akarat működésének feltételeit Isten biztosította, ezáltal még ugye egyáltalán nem kötelezte az embert, vagy nem írta elő az ember számára azt, hogy őneki vétkeznie kell. A feltételek nem okok. Tehát, hogy el tudja követni a bűnt, hogy tudja választani az egoizmust, a kisebb jót, vagy a nem jót, vagy nem alig jót, ez egy olyan feltétele a teremtésnek, ami az ember számára biztosítja a teljes szabadságot, nem? Ez szerint szabad az ember, hogyha a feltételeiben adott, hogy elkövesse a bűnt, elkövesse a rosszat. Olyan határok mellett, amelyekről az imént beszéltem. Tehát az ember a jóban való megmaradást pontosan azért nem kapta meg isteni parancsként és törvényként, mert ez sértette volna az ő méltóságát, mármint az ember méltóságát, ugyanez vonatkozik az angyalokra is, és sértette volna az ő akarat szabadságát. Nem lett volna az ember Isten társteremtője. Csak úgy lehet az ember Isten társteremtője, analogonja Istennek, hogyha ugyanazokkal a feltételekkel rendelkezik, amelyekkel Isten. Az ember azonban, nem is elsősorban az ember, hanem még az embernél is korábban, az angyalok, vagy az angyalok körülbelül 10%-a, de hát természetesen erről lehet vitatkozni, hogy mennyi. Tehát az angyalok egy része, ugye idézőjelben élve a perseverancia lehetőségével, élve azzal a lehetőséggel, hogy a szabad akaratukból a kevésbé jót is válasszák, ezért az első angyal, ugye Lucifer és társai lázadtak Isten ellen, vagyis nem voltak hajlandók azokat a kereteket elfogadni, amelyeket Isten számukra kijelölt, és a saját maguk egyéni érdekében, saját maguk szuperbiája, gőgje alapján ugye kiterjesztették a hatalmukat azon túl, ami számukra Isten kijelent. Kijelölte. Na most az isteni előrelátás és a bűn elkövetése, az természetesen két különféle pályán mozog. Tehát azzal, hogy Isten tudta, hogy majd el fogja követni Lucifer, meg az emberek elkövetik a bűnt, előre tudta, ez nem azt jelenti, hogy számukra a bűnt el is kell követni. A bűn elkövetése a szabad akarattól függ, az ettől teljesen független, hogy egyben Isten tudja, hogy el fogjuk követni, de ezt csak is a szabad akaratunkból tehetjük. Na most tehát egy olyan helyzet állt elő, tehát a presciencia nem azonos a predeterminációval. A presciencia, Isten előre tudja, de nem predestinálja. Nekünk csak a feltételeket biztosítja ahhoz, hogy akár elkövessük a bűnt is, mert így tudunk igazából a erkölcsi nagyságunkról bizonyítékot adni. Na, bekövetkezik a bűnbeesés, ugye először a Lucifer, először a lázadó angyalok esnek bűnbe, később azonban az ember is. Na most nagyon érdekes, hogyha Dante isteni széljátékát is, ugye csak elkeveredtünk lassan ide, Dante isteni széljátékát is figyelembe vesszük, amikor Dante találkozik a ősapával, Ádámmal, akkor ugye négy kérdést tesz föl neki, a négy kérdés közül az egyik, az, hogy mi volt a bűn, mi volt az eredendő bűn oka, miért következett be, és mi ennek az igazi jellege. Erre Ádám azt a választ adja, hogy trapassare il segno. Az eredendő bűn az volt, hogy átléptünk egy határt. Trapassare il segno. Az Isten által kijelölt határt átléptük. Iszonyú érdekes, hogy Dante egyáltalán nem beszél majd látni fogjuk, hogy e vonatkozásban, szotereológiai vonatkozásban egyáltalán nem beszél a sátánról. Tehát Ádámot nem a sátán, nem a kígyó, nem Éva, stb. Késztette arra, hogy bűnbe essen, hanem az ő maga saját akaratából a libero arbitrio, vagy liberum arbitrium alapján követte el a bűnt. Nincs ennek külső oka. A bűn, a sátán magában az emberben van, az ember rossz döntésében van, tehát a szubjektum felelős azért, hogy hogyan dönt, és nem lehet átkenni
bárki másra, egy sátánra, egy erre, arra, amarra, hogy ő miatta követünk el bűnt. Na most tehát csak az volt a bűn, vagy a fő bűn az, hogy átlépték a határt, hogy nem maradtak meg azon keretek között, amelyet Isten az ember számára kijelölt. Na térjünk vissza azonban egy mozzanatra még Szent Anzelmhez. Szent Anzelm ugye természetesen Cur Deus Homo című második művében ugye azt hangsúlyozza, hogy bekövetkezik a bűnbeesés, mert itt akarok egy másik képet is mutatni, bekövetkezik a bűnbeesés, pillanat, valahol itt van már a végén, igen, Gustave Doré-nak a ábrázolása lesz, majd látni fogjuk. Bekövetkezik a bűnbeesés, Ádám és Éva története, stb. Nem a kígyó a felelős, nem a sátán a felelős, egyes egyedül az ember a felelős, hogy a megkapott hatalmával rosszul élt. Igen ám, de Isten nem akarja, hogy ez a helyzet örökké fönnmaradjon, és szeretné valamilyen módon visszahozni, visszavenni magához az embert, kibékülni az emberrel. Mivel ugye az ember a legnagyobb isteni fenséget sértette meg, azáltal, hogy a parancsát nem teljesítette, hanem trapassare il segno, túllépett a jelen, ezért ez a megbocsátás, ez nem fog olyan egyszerűen menni. Isten nem bocsát meg egyszerűen, mert akkor ebből az emberiség semmit se tanult volna, itt Anzelm gondolatmenetét foglalom össze nagyon röviden, ebből az emberiség nem tanult volna semmit. Ugyanaz lenne, mint korábban, hogyha egyszerűen csak megbocsátja. Ezért ugyanakkor pedig szerette volna, hogy véget érjen az ellentét ember és Isten között, és újra harmónia jöjjön létre. Ez lényegében a megváltás története, amelyel már a Faust problematika kapcsán és más kapcsán is sokszor beszéltünk. Margit kapcsán is. Tehát nem akarta, hogy távol legyen, ezért valamilyen módon a helyzetet rendbe kell hozni, és ez a rendbehozás nem lehet egyszerűen csak a megbocsátás. Hanem az embernek valami olyan engesztelést kell adni Istennek, amely méltó, hogy az engeszteléshez, tehát olyan nagy ajándékot, olyan nagy valamit, amely túlmutat minden emberin, hiszen maga az ember az, aki megsértette Istent. Isten természetesen nagyobb az embernél, de Isten magát nem ajándékozhatja meg. Tehát valami olyan, ugyanabból a fajból kell, hogy kikerüljön az áldozat, mint ami a bűnt elkövette, tehát embernek kell lenni, de embernél több ember emberinek kell lenni, de valami, ami az emberiségnél, az embernél több. Ezért volt az a tény, vagy a kereszténység Szent Anzelm szerint az az elhatározása, nem is Istennek, hanem Krisztusnak, hogy saját maga emberi alakot fog ölteni, tehát ember lesz, Cur Deus Homo, emberré válik Isten, a Fiú Isten, Jézus Krisztus, tehát megvan az az eleme a történetnek, hogy ember ad az ember által elkövetett bűnért elégtételt Istennek. Ez egyébként a satis facere elégtételnek, pontosan ez a fordítása. Elégtételt ad az Istennek ember, mivel ember követte el a bűnt, de több, mint ember, mert ugye Krisztus Isten is, meg ember is. Tehát így Isten haragját így lehetett kiengesztelni, hogy egy olyan válaszgesztus kapott az emberiség megváltásával, amit tehát csak is Krisztus tud megvalósítani. Egy ember, aki egyben Isten is, csak is ő tud megvalósítani, és ezáltal ugye újra béke állhatott fenn Isten és ember között. Ez a satis facere, az elégtétel, így kapta meg az elégtételt. Anzelm és sokan mások mereven elutasítják azt a tétel, hogy Istennek valamiféle váltságdíjat kellett volna fizetnie az ördög számára az emberért, mert nem az ördögnek tartozik, hanem Istennek tartozik az ember az elkövetett bűnért. Tehát tulajdonképpen ez az a helyzet, amely a középkor legnagyobb irodalmi alkotását, az isteni színjátékot meghatározza. Dante időnként szó szerint leírja azt, de gondolatailag nagyon
közel lévén a anzelmi gondolatokhoz, az isteni széjátékban, amiket az imént említettem. Na most azonban, és itt egy Gustave Doré illusztrációt is látunk, azonban akik olvasták az isteni széjátékot, azok könnyen lehet, hogy azt mondják, hogy hát én itt beszélek össze-vissza mindenfélét, pedig hát igazán olvashattam volna már az isteni széjátékot ennyi év után, hogyha nincs ördög. Hiszen a 34. énekben, a pokol 34. énekében van. Na most ezzel kapcsolatban egyébként két helyen foglalkozik alapvetően szoterológiai kérdésekkel. Dante a Paradicsom 7. énekében, ahol Beatrice beszél neki a megváltás történetéről, érdekes módon Beatrice meg sem említi Lucifert vagy a sátán, meg sem említi, nem tényező. Az ember a tényező. Az emberi rossz döntés a tényező. Nem az, hogy ottan kitalálunk valamit. De azzal természetesen nem értett egyet, ahogy mondottam, a apokatasztázis tételével, tehát szerinte nem, az ördög az nem fog istenülni, ha tetszik. Tehát ő marad a fekete oldalon. Térjünk vissza Dantéhez. Dante tehát a Paradicsom 7. énekében, illetve van egy nagyon jelentős leírás, a ördögről, és ez pedig a pokol 34. éneken. Ez a pokol legmélye. A dantei felfogás szerint, hogy amikor lezuhant Lucifer az égből, akkor belefúródott fejjel lefele a földbe, jelen pillanatban is a föld közepén található ez az óriási vadállat, mármint Lucifer, óriási vadállat ott található, és ő maga látja is. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a földre zuhan Lucifer, és az a földmennyiség, amely a föld alatt volt, és amelyet mint egy vakond kitolt a föld felszínére, ez a Purgatórium hegye. És a Purgatórium hegyén, annak a tetején van a földi paradicsom, ahová Isten a bűntelen Ádámot és Évát helyezte. Mi következik ebből? Hogy nem volt a történelemnek egyetlen egy olyan pillanata sem, amikor Lucifer és az ember, Ádám találkozott volna. Hiszen mire megteremtette az embert? Már mozdulatlanul, jégbe fagyva, nem teljesen, de alapvetően mozdulatlanul, jégbe fagyva ott volt Lucifer. Tehát nem kíséri, mint Faust, mint Voland, vagy a sátán, nem vesz részt a földi eseményekben, az ember története előtt lezárult a sátán története, pusztán látjuk. A 34. ének 28. sorától kezdődően 13 tercina, 39 sor tárgyalja magát az ördögöt, magát Lucifert. Azt tudjuk róla, hogy óriási, hatalmas. Azt tudjuk róla, hogy a három pár szárnya van, tehát ezek szerint szeráf lenne, bár Szent Tamás azt mondja, hogy a Lucifer az kerub, tehát két pár szárnya van, mindegy, nevezzük fel a részletekben. Tehát három pár szárnya van az isteni széjáték Dante szerint Lucifernek, és ez a három szárny ugye fagyos szelet okoz, és össze kell bújniuk Vergiliusnak és Dantének ahhoz, hogy ennek ellenálljanak. Ez az egyik tevékenysége. A másik tevékenysége pedig három feje van. Ugye itt mindig ezek a félelmetes szimmetriák, hogy a három fej az a Szent Háromságnak a negatív változata. Három fejében ugye három bűnöst marcangol, a középsőben Iszkarióti Júdást, a két szélsőben Brutuszt és Cassiust, tehát Krisztus, illetve a Cézár ellen lázadókat és árulókat kerülnek ebbe a pozícióba. Egyébként Lucifer jégbe fagyva áll. Mozdulatlan. Amikor azt mondja, hogy bátorsággal kell fölfegyverezned magad, mondja Vergilius Dantének, az nem arra vonatkozik, hogy te neked Lucifer ártani tud, hiszen ott van szerencsétlen, lokok, nyálas, takony jön ki az orrából, a szájából, vérrel keverve,
Hát ettől már nem lehet félni, attól kell félni, és ezt mondja Vergilius, mert olyan látványban lesz részed, mint hogyha valami szörnyű balesetet látnánk, egy olyan látványban lesz része, amely bizony föl kell vérteznie magát. Tehát a rondaság, a bűz, a kosz, a szemét ebben az alakban mind egyesül, és az ellen kell felfegyvereznie magát, hogy ne ijedjen meg annyira. Tehát ezt a két tranzitív tevékenységet folytatja, ez a szelek, abszolút veszélytelen, és ezt a három embert jogosan marcangolja. Egyébként pedig jégbefagyva áll, mozdulatlanul, veszélytelen. Kész, vége. Sőt, tulajdonképpen a teremtésnek kiváló segítő eszköze is lesz Dante és Vergilius számára, hiszen a szőrös teste és a jég között, mivel olyan hatalmas bestiáról van szó, a szőrszálakon képesek kimenni a föld középpontjából, ami Lucifer nemi szerve környékén van, képesek kimenni a déli féltekére, a Purgatórium hegyére. Tehát tulajdonképpen egy segítő eszköz Lucifer, hogy a Isten által, a gondviselés által vezetett útját az ember végig tudja vinni. Nem valamiféle megsemmisítő erő, akitől félni kellene. Még egy mozzanat van, amire szeretnék utalni, és ezt pedig mondottam, hogy a 28. sortól kezdődően 13 tercén, illetve 39 soron keresztül írja le a Lucifert, és nagyon erőteljesen hangsúlyozza Dante azt, hogy most kezdem a leírást, és a leírás idáig tartott. Tehát nem hagy kétséget afelől, hogy ez egy önálló egysége az isteni színjátéknak, bárki, aki előveszi a komédiát, most nem akarom felolvasni, mert az idő már tényleg elhaladt, az azonnal láthatja, hogy hát ez valóban egy önálló kis doboz, vagy modul a komédiában. Sokat gondolkoztam azon, hogy miért hangsúlyozza ennyire Dante, hogy innét kezdem leírni, és idáig tart. Mondja Vergilius, mindent láttunk, menjünk. Kész, ez volt. Elővettem a telefonomat, amivel van egy számológép is, és csak úgy játékból elosztottam az 14.233-at a 39-el. És egy furcsa eredményre jutottam, 364,9. 365. Vagyis az ördögnek szánt tér, az ördögnek szánt sorok száma, az pontosan az egész mű 365. része, vagyis az évnek egy napja. Melyik napon vagyunk mi Lucifer társaságában, ilyen torz módon? Hát természetesen nagy szombaton. Az az egyetlen nap, amikor Krisztus nincs se égben, se földön, és ami egyébként, ugye Mephisztónak is, ugye ott van a Faust Margit tömlöcében, ugyanez az időpont. Menjünk, mert hajnalodik, jön a feltámadás. Tehát tulajdonképpen Dante isteni színjátékában pontosan ugyanez az időbeosztás, tehát ugye aki olvasta a komédiát, vagy akár olvasott róla, az tudja, hogy talán nagypéntek hajnalán, nagycsütörtök éjjel kezdődik a komédia a pokollal, és vasárnap, húsvét vasárnap hajnalban jönnek ki Vergiliusszal együtt, Lucifer szőrös testén emelkednek ki. Tehát tulajdonképpen a Lucifer akkor kap vizuális formát, de hangsúlyozom, egy groteszk, egy szerencsétlen állat, nem egy félelmetes erő. A félelmetes erő a mi döntésünkben van. A félelmetes erő mi magunk vagyunk, hogy nem tudunk adott szituációban megfelelő dönteni. És az az időszak, amikor ugye éppen nagy szombat, vasárnap előtt, a föltámadás előtt, amikor Krisztus a pokolban tartózkodik, aki egyébként megnyitja egyben a mennyek kapuját is, Dante és a középkori skolasztika véleménye szerint. Köszönöm a figyelmet.
többlet az idő. Mi pedig köszönjük szépen az előadást, és a professzor azt mondja, hogy kicsit több lett az idő, de szerintem van még időn kérdésekre és hozzászólásokra. Szívesen válaszolok természetesen a kérdésekre. A sátán Isten teremtménye. Más oldalról is a kérdés abszolút jogos, és ugyanezt fogom, erre fogok válaszolni, de más oldalról. Ugye a lét fogalma Istenre vonatkoztatva, és a világra vonatkoztatva. A leglényegesebb különbség, hogy az időt a világgal együtt teremtette Isten, Ágostonnak erről fantasztikus eszmefuttatásai vannak, és a dolog lényege, hogy vége lesz. Na most, ha olyat teremtett, olyan világot teremtett Isten, amelynek vége lesz, akkor véget is kell érnie. Ahhoz, hogy véget érjen, azok a halál, a betegség, stb. Ezek az eszközök. Tehát Istennek pusztán a kétféle létfogalom és az időbe vetett teremtésnek, mert ugye van teremtés és végítélet, ezt ugye mindenki, minden évben végig játsszuk ezt, mert van a születés, és van ugye Krisztus király, végig játsszuk ezt, tehát tulajdonképpen Isten helyezte el a halált a világban, az ördögöt is természetesen, de tulajdonképpen ez annak a megfogalmazásnak a kiteljesítése, hogy neked szabad akaratod van dönteni. És ahhoz, hogy legyen szabad akaratod dönteni, ahhoz kell egy rossznak is lennie. Mert csak a jó és rossz között tudsz választani. Tehát én így gondolom, hogy valóban Isten teremni. Aztán a Byron és sokan ezt olyan mondják, hogy Isten fia, és az ő fia, mármint hogy a Lucifer fia a bűn és a halál. Tehát ez sokszor mondja, igen, Isten teremnénye. Ezért mondja hiszek egy, hogy minden láthatónak és láthatatlannak a teremtője. Igen, Lucifer, nem lehet más. Nem lehet más, mert nincs, nem, hogy a Nagyszent Leó pápa kapcsán írtam fel a táblára, nem önmaga létesítésének az oka. Tehát Isten létesítette őt. Igen, tehát azt kell mondanom, hogy valóban így van. Köszönjük szépen, további kérdés, hozzászólás? Van-e még?
hogyha nincsen, akkor nagyon szépen köszönjük még egyszer az előadást. Köszönöm szépen, én is a figyelmet.